Úgyhogy mindenkinek harcra fel, egy jó napot töltsünk el itt is, fel a győzelemre. Idén is remek hangulatban telt az évente megrendezendő sporthétvégénk, ugyanis az egyéni sportok mellett nagy hangsúlyt fektetünk minden évben a csapatsportokra, ugyanis a Mi Hazánk kifélyében nagyon fontos a bajtársiasság, és erre is próbáljuk nevelni a fiatalokat. Itt vagyunk mi! Megvárjegye! Sport rendkívül fontos dolog a fiatalok életének. Része kell, hogy legyen, hiszen nem csak fizikálisan edzi az embert, de mentálisan is, illetve ami nagyon fontos, hogy valódi közösséget lehet építeni és kovácsolni a sport jegyében. Jó alkalom erre a Mi Hazánk ifjainak a sport hétvége, amit most már megtartanak évről évre, sokadik alkalommal. Remélem, hogy még nagyon sok ilyen eseményen lesz majd alkalmam részt venni, és tudom erősíteni, vagy éppen gyengíteni valamely csapatot, de remélhetőleg azért még nem a vén fiú csapatba fognak betenni. Igyekszünk a fiatalokat egy olyan útra terelni, és ezeket a közösségi élményeket velük együtt megélni, ami aztán majd a későbbiekben esetleg nem csak itt a pályán adnak vezetőket, hanem a való életben is, illetve magán a Mi Hazánkon belül is. Ma sokféle sportágban meg lehet mérkőzni egymással, például labdarúgás, volt kosárlabda idén, röplabda, csocsó, pingpong többek között, és persze nem csak a sportokról van szó, hogy sem annak a jó hangulatról is, az ittak összetartanak, és jól érzik magunkat együtt, és persze a sport is ugye fontos, ugye nem csak azért vagyunk a sportnapon, és rezőként is akkor örülök, hogy sikerült szépen összehozni a társaimmal együtt. Mi Hazánk ifjai sportnapjával szeretnénk példát is mutatni a saját generációnk számára, ugyanis az egyik mottónk az, hogy épp testben, épp lélek, és a sport, valamint az egészséges életmód egy olyan fontos dolog a hétköznapokban, amely a saját generációnk számára is meghatározó kérdés, ugyanis a magyar társadalom egy sajnos rendkívül elhízott társadalom, így az ilyen események hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok megszeressék a sportot, a mi tagjaink is minél több sportot ki tudjanak próbálni, és egy remek hangulatban eltöltött napot, hétvégét töltünk el itt a Kamara Erdei Ifjúsági Parkban. Nagyon büszke vagyok a Mi Hazánk ifjaira, mivel idén már 5. alkalommal rendezik meg a sportnapot, ami a mai nap élvezeti értéken túl üzenetértékkel is bír természetesen. Európa egyik legelhízottabb nemzete vagyunk, és sajnos a magyarság nagyon mozgásszegény életmódot folytat, ezért az ilyen rendezvényekkel is igyekszünk a körünkbe tartozó fiatalokat rábírni arra, hogy minél többet mozogjanak, és ez a mozgás élményszerű legyen. Mi országgyűlési képviselők is természetesen kivesszük a részünket ebből. Én a pingpong bajnokságba, illetve a fociba is beneveztem, és mindegyiken remekül érzem magam. Csak biztatni tudok mindenkit arra, hogy rendszeresen sportoljon, illetve csatlakozzon a Mi Hazánk ifjaihoz, hogy ehhez hasonló rendezvényeken is részt tudjon venni. Láttuk a közelmúltban, hogy az olimpián férfiak is versenyezhetnek nők között, mi hasonlóan járunk el, ám itt ezt sokkal pozitívabbként éljük meg, hiszen itt egyrészt az élmény a lényeg, másrészt az előző meccsen is, bár a mi csapatunkban két lány is volt, míg az ellenfél kizárólag fiúkból állt, mégis mi nyertünk 3-0-ra, tehát biztatom különösen a hölgyeket, lányokat, nőket is, hogy találják meg azokat a mozgásformákat, amelyekben örömüket lelik.